Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Megkezdődött a várakozás. Meggyújtották az első gyertyát az adventi koszorún. Segítség az intézménynek. 40 vércukorszint mérőt kapott a kistérségi szolgálat. Új életszakaszba léptek. 183 Harukken végzősre tűzték fel a szalagot. Döntetlent hozott a hócsata. A harmadik helyen álló Ceglédet fogadta a Szeged Grosics. Ittas lehetett a sofőr. Kicsúszott és lámpaoszlopnak ütközött egy autós Békés Csabán. Életünk minden napját adventként kellene megéljük, a hétköznapokon is készülni kell az új kezdetre, hangzott el a Harukken téri ünnepségen. A város és az egyházak képviselőinek köszöntői után az adventi koszorún meggyújtották az első gyertyát. Ez a nap híre. Algó B együttes koncertjére már szép számban kilátogattak az érdeklődők a Harukken téri adventi ünnepségre. A színpad előtti sátrakban az intézmények, civil szervezetek kínálták ünnepi portékáikat. Görgényi Ernő polgármester köszöntőjében úgy fogalmazott, az advent valamennyiünk számára egy várakozással teli örömteljes időszak, de ez a várakozás sokféle lehet. Valamikor az elkerülhetetlenre várunk, szinte kényszerűen. Valamikor a megszokottra, csak elviselve a várakozás időszakát, de van a várakozásnak egy másik fajtája, ami különleges. Sőt, varázsos. A karácsonyi készülődés, és itt elsősorban a lelki felkészülésre, az adventre gondolok. Kovács József országgyűlési képviselő beszédében kiemelte, szép hagyomány itt Gyulán, hogy advent első vasárnapján közösen gyújtjuk meg a koszorún az első gyertyát, amikor egy számvetést is készítünk az elmúlt időszakról. Egymás tiszteletében, megbecsülésében, ha úgy tetszik, szeretetében töltjük el ezt az egy hónapot azért, hogy méltó módon érjen bennünket a karácsony szent ünnepe. Az egyházak képviseletében elsőként Pápai Attila evangélikus lelkész mondott köszöntőt rámutatva, advent jeles időszak az egyházi évben, de az lenne a jó, ez nem csak 4 hétig tartana. Életünk minden napját adventként kellene megélnünk. A hétköznapokon is készülnünk minden pillanatban az új kezdetre. Barát János református lelkész köszöntőjében arra hívta fel a figyelmet, hogy a várakozás időszakában, amikor sietve vásárolunk egymásnak karácsonyra, ne feledkezzünk meg az igazi ajándékok értékéről. Mindazok az ajándékok, amelyek lehetnek értékesek és fontosak, nem pótolhatják azt a szeretetet, amelyet Isten mutatott meg nekünk az ő egyszülött fiában, az Úr Jézus Krisztusban. Matuz József baptista lelkész szavaiban arra hívta fel a figyelmet, hogy a várakozás időszakában egy apró odafigyeléssel mi is sokat tehetünk embertársaink boldogságáért. Az egész hónap folyamán, tehát tegyünk kisebb, nagyobb gesztusokat olyan emberek felé is, akik nem feltétlenül szolgáltak rá a szeretetünkre, a figyelmünkre, mi mégis ezt gyakorolhatjuk irányukban. Márk Tivadar ortodox lelkész úgy fogalmazott, amikor készülünk az Úr eljövetelére, legyünk türelemmel, mert ha ő velünk van, akkor ki lenne ellenünk. Lehet hittel, reménységgel várni vissza Jézust, aki nem csak az örök kárhozattól, de a földi rettegéseinktől is meg akar szabadítani. Jöjjön el a te országod! Legyen meg a te akaratod. Kovács Péter plébános megáldotta a városi adventi koszorút és hangsúlyozta, ilyenkor nem elég csak a gyertyát meggyújtani, hanem szívünkben is gyújtsuk meg a szeretet lángját. Azért gyújtjuk meg, mert a fény Krisztus jelképezi, aki a világ világosságának mondotta magát, és akarta, hogy az ő fénye elűzzön életünkből minden sötétséget. Görgényi Ernő miután meggyújtotta a koszorún az első gyertyát, a jelenlévők együtt átvonultak a Kossuth térre, ahol a gyulai apánkert baráti kör által készített adventi koszorún is megvilágították a gyertyát, majd a karácsonyi katolikus általános iskola kórusa adott ünnepi műsort. Modern vércukorszint mérőt kapott a gyulai kistérségi szolgálat az egyik orvosi műszereket forgalmazó cégtől. A berendezéseket az intézmény telephelyei között osztják szét, valamint azok a kollégák is kapnak belőle, akik a házi segítségnyújtásban vesznek részt.
Fogadjátok sok szeretettel ezt a 40 darab vércukorszint mérőt a Trimet Kft. Felajánlásával. Nagyon szépen köszönjük, és használt fogjuk majd venni. Kiss Szabolcs intézményvezető vette át az egyik orvosi műszereket forgalmazó cég képviselőjétől azt a 40 darab vércukorszint mérőt, melyeket az Őszidőköz Alapítvány kérelmére támogatásként ajánlották fel a kistérségi intézménynek. A készülékeket a nappali ellátásban, az idősek otthonaiban és a házi segítségnyújtásban egyaránt jól tudják majd használni az ellátottak egészség megőrzése érdekében. Vannak készülékek az intézményeinken belül, de ugye nem ilyen számban, amit most egyébként az a 40 darabbal igen nagy számot mondok ilyen készülékszámmal. Ezeket a készülékeket tehát nem csak telephelyeken, kizárólag telephelyen tudjuk használni, hanem ugye mobilan dolgozó kollégáink is magukkal tudják vinni adott ellátottakhoz, amelynek mondjuk az egészségi állapotnak a nyomon követésében ugye nagy segítséget fog nyújtani mind a részünkre, mind pedig az ellátott részére. A könnyen kezelhető berendezések a mai legmodernebbnek számítanak, ami azért is fontos, mert amellett, hogy gyorsan kiszámolják a vércukorszintet, a lehető legpontosabb eredményt mutatják a lehető legkisebb vérmennyiségéből. Az adományozó cég fontosnak tartja, hogy ilyen módon is tudják segíteni az idős otthonokban élő ellátottakat. A cégünk legfontosabb feladatának ebben az évben azt tekintette, hogy a régi készülékeket, amik voltak ezt megelőzően, amit használt még az idősek otthona, azokat tudjuk a legmodernebb és a legnagyobb minőségű termékekre lecserélni. A 40 készüléket a gyulai idősek klubjaiban, a fogyatékos nappali ellátás telephelyén, az idősek otthonaiban és a házi segítségnyújtásban dolgozó kollégák fogják használni. A Harukken iskola végzős diákjaira tűzték fel a szalagot pénteken kora este a sportcsarnokban. A 2017-18-as tanévben összesen 183 tanuló készül az érettségire vagy a szakmai vizsgákra az intézményben. Vangelis klasszikusára, a Harukken iskola szalagavatóinak hagyományos nyitózenéjére vonultak be az intézmény végzősei a sportcsarnokba. A péntek késő délután kezdődő ünnepségen 183 diákra tűzték fel a szalagot, akik mostantól a szakmai vagy érettségi vizsgákra készülnek. Bogár Szabina érettségizni fog tavasszal, és hálával gondol tanáraira. Külön kiemelném az osztályfőnököm munkálkodását, Nagy László tanár úr munkálkodását, ugye a történelem tanárom is, és nagyon jól segített a tanulásban, az osztályfőnöki munkákban, mindenben nagyon jól segített minket. Amint egy 70 érettségiző mellett a végzősök nagy részére a különböző szakvizsgák várnak. Az iskola a szakképzésben résztvevő diákok számára is megfelelő alapot jelent a tovább tanulás szempontjából. Sok tapasztalatot szereztem a szakmám terén is, egészségügyi szakközébe jöttem, és mentőtisztnek szeretnék tovább menni, és mindenhol mondták, hogy ez az iskola a legjobb az egészségügy tanulására, így ezért jöttem ide egyébként. És azóta is azt mondom, hogy tényleg nagyon jó, sok barátot is szereztem, jó volt. A szalag feltűzése a felnőtt kor küszöbét jelzi, mondta el az ünnepségen az intézmény vezetője. A Harukkenben ugyanakkor igyekeznek a vizsgák után is figyelemmel kísérni és segíteni diákjaikat. A tapasztalat az, több éves tapasztalatunk az, hogy a szakmai vizsgával rendelkező fiataloknak a 80%-a maradnak nálunk, hisz az 3 éves szakképzés után ők 2 év alatt érettségi bizonyítványt tudnak szerezni. Gyakorlatilag 5 év alatt érettségivel és egy szakmával kerülnek ki. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy figyeljünk a nyomonkövetésüket, illetve a továbbtanulás is, mert természetesen vannak, akik felsőfokú intézménybe folytatják tovább a tanulmányaikat. Az immár szalagos diákokra tavasszal életük eddigi legnagyobb próbatétele vár. A forduló előtt a 3. helyen álló Cegléd látogatott vasárnap Gyulára, hogy pontokat szerezzen a hosszú nyeretlenségi sorozattal küzdő Szeged 2011 Grosics Akadémia ellen. A mérkőzés előtt esett hó egyik fél helyzetét sem könnyítette meg. Jókor a hó fogadta vasárnap a csapatokat a gyulai Grosics Akadémia center pályáján. A szegedi gárda legutóbbi 11 találkozóján nem tudott nyerni. A vészes gólinségben szenvedő csapat így már a kieső zónától szeretne minél távolabb kerülni. Az első percekben inkább ismerkedtek a csapatok a körülményekkel, komolyabb lehetőség egyik oldalon sem alakult ki. Az első nagyobb helyzet a 11. percben adódott Szabó Péter előtt, akinek a lövését blokkolta a ceglédi védelem. A 17. percben Sándor István labdájával asztalos kerülhetett volna helyzetbe. Nem sokkal később Achim beadását Balogh Gusztáv oldózta mellé. A 22. percben Nyilas szabadrúgását Szántai fogta maga biztosan.
6 minutum elteltével egy kifejelt labdát tettek vissza a ceglédiek, Damásdi próbálkozása azonban Farkasról kipattant. Egy perc múlva Farkas ívelt előre egy szabadrúgást, Zádori csúsztatását Szabó Péter küldte kapura, Mursics azonban védett. A 42. percben asztalos passza után Damásdi lőtt felé. A túloldalon Pászka távoli kísérletét fogta Mursics. A szünet után a cegléd előtt adódott az első esély. A kilépő Szilágyi elől a jól érkező Szántai rúgta ki a labdát. Az 57. percben megszerezték a vezetést a vendégek. Szilágyi beadása Damásdit találta egyedül, aki a kapuba fejelt. A gól után magasabb fokozatba kapcsolt a Szeged. Csaušić lövése ugyan még a közeli fasorban kötött ki. Koroján lövésénél viszont Mursics bravúrja kellett ahhoz, hogy érintetlen maradjon a ceglédi kapu. A 66. percben Szabó Péter végezte el a szabadrúgást, Zádori még nem talált kapuba, Farkas Márk viszont közelről bekotorta a labdát. A 73. percben Nyilas 30 méteres szabadrúgását fogta Szántai, majd Koroján és Nyilas csörtéje után támadt egy kis lögdösődés, az eset végén mindkét fél sárga lapot kapott. A 81. percben a Zádori labdájával kilépő Koroján lövése ment el a kapu előtt. Egy perccel a rendes játékidő vége előtt pedig Pászka szabadrúgása után alakult ki veszély a ceglédi kapu előtt, de Zádori lövése a kapu közepébe tartott. Így a végeredmény, Szeged 2011 Grosics Akadémia, ceglédi VS-e 1-1. Itt sajnos a hazaiak nem tettek meg mindent azért, hogy a pályát megfelelő állapotba hozzák. Ugye ez meg is nehezítette a mindkét csapat számára a játékot. Nem nagyon akartak futballozni. Sajnos csak a pontugásokra hagyatkozhatott mind a két csapat. És hát kívülről nézve nem volt egy élvezetes mérkőzés. Supka Attila továbbra is a támadások hatékonyságával volt elégedetlen. Mondhatnám azt, hogy a szokásos forgatókönyv volt, mentünk előre, támadtunk, helyzeteket teremtettünk, az első fél időben volt két nagyon nagy lehetőségünk, értékesíteni kellett volna. Az első olyan szituációnál, amikor meg tudták bontani a védekezésünket, sajnos gólt kaptunk. Utána viszont megint csak volt két olyan lehetőségünk a gólon kívül, amivel el kellett volna dönteni ezt a mai mérkőzést. Ez a legnagyobb problémánk az egész ősz folyamán, hogy nem tudjuk értékesíteni ezeket a lehetőségeket. A Szeged-Grosics az utolsó idei bajnokiát vasárnap délután Békés Csabán játssza. Kicsúszott a kanyarban és lámpaoszlopnak ütközött egy autós Békés Csabán a Lencsési úton. December 3-án 5 óra 40 perckor egy személygépkocsi egy kanyarban megcsúszott, közvilágítási oszlopnak, majd egy parkoló személykocsinak ütközött. A balesetben a jármű vezetője, aki a gyanú szerint ittas volt, könnyű sérülést szenvedett. Termet és állandó kiállítást kapott Lajos Ferenc, Gyula díszpolgára. Rövid hírek következnek. A morzsolódó kis sziget keserű morvogása. Besztercei Attila szavalatával kezdődött Lajos Ferenc grafikai kiállításának megnyitója a Művelődési Házban. Bár a művész nem Gyulán született, számos kötődése volt a városhoz. Több helyi művésszel ápolt szoros barátságot, sokat tanult József Dezsőtől, és számos területről merített alkotásaiban. Többek között a keleti stílusú rajzművészet is nagy hatással volt rá. Én azt szeretném, hogyha megélhetném azt, hogy itt Gyulán az egész grafikai anyag bemutatásra kerülne, meg lehetne nézni. Pocsai Gábor a rendszerváltás utáni első polgármester úgy fogalmazott, ha visszaemlékezünk életünkre, nincs 10 olyan ember, aki igazi szellemi nagyság volt. De Lajos Ferenc ilyen volt az ő életében. Gyulának ajándékozta azt a gyűjteményt, amit akár itt a kiállításban, akár még a raktárban megtalálhatunk. Fábián Irén képzőművész hangsúlyozta, Gyula a második otthona volt Lajos Ferencnek. Amikor már Budapesten élt, akkor is lehetett érezni a városban művein keresztül az ő jelenlétét. Én nagyon fontosnak tartom, hogy egy város a díszpolgárának egy méltó emléket állít. Dombi Ildikó, az Erkel Ferenc Kulturális Központ ügyvezetőjének nem ez volt az első találkozása a művésszel, hiszen az Almási Kastélyban már meg lehetett tekinteni jó néhány alkotását, melyek sokak számára nyújtottak maradandó élményt. A tárlatot megnyitó Szilágyi András kiemelte, a művész alkotásai a néphagyományokon és mitológiai látomásokon keresztül a magyarság önkifejlődésének útját mutatják. Lajos Ferenc állandó kiállítása 20 képet láthatnak az érdeklődők, melyek a Művelődési Ház nyitvatartási idejében díjtalanul megtekinthetők. Így nézett ki a Gyulai vár 1695-ben. Lambert Lambion térképén a kiállítás látogatói három dimenzióban nézhetik meg az ekkor már keresztény kézen lévő erősséget. A vallon származású hadmérnök nem csak térképet készített Gyulán,
Javaslatot is tett arra, hogyan lehetne korszerűsíteni a várat, egyben megoldani az őrzését. Az új javaslat érdekes módon az volt, hogy égessék fel, pusztítsák el a várost, ezáltal kevesebb katonát kell majd ide vezényelni, és az így megspórolt költségből, a zsoldon megspórolt költségből ki lehet javítani a palánkerődítéseket. Hál' Istennek nem ezt a megoldást választották. Liska András régész vezetésével a péntek délelőtti állapotokat láttuk a keddi nyitás előtt. A tárlaton különleges élményekben lesz részük a látogatóknak. Matthias Zünd 1566-os metszetén a lilás rózsaszínű épületeket megérintve egy képernyőn megnézhető lesz azok mai helye a városban. A kiállítás bemutatja majd az utóbbi években megtalált, már feldolgozott régészeti leleteket. Ezeken keresztül a látogatók képet kaphatnak arról, hogyan zajlottak az ásatások, az ott talált tárgyakat pedig milyen módszerekkel restaurálták. A még rendezés alatt lévő, a felvételeken közel sem kész állapotot mutató tárlathoz nagy reményeket fűz a látogatóközpont menedzsmentje. A kiállítás december 5-én kedden nyílik meg a gyulai Almási kastélyban. Én kívánom, hogy sikeres legyen. Szép pályamunkát születtek! Ezekkel a gondolatokkal nyitotta meg Fodor Lajos dékán azt a tudományos diákkori konferenciát, melyet 22. alkalommal rendeztek meg a Gál Ferenc Főiskola gyulai egészségügyi karán. Az egészség és társadalomtudományi szekció előadásaiban 9 pályamunkát mutattak be a hallgatók, többek között szó volt a fogvatartottak számára indított reintegrációs programról, a herbál használatáról a fiatalok körében és az online kommunikációról is. A résztvevők számára egy ilyen rendezvény sok olyan hasznos információt nyújt, amit aztán a hétköznapokban is tudnak hasznosítani. Az egyik előadó a dolgozatában a helyi gyógynövényturizmus lehetőségeit vázolta fel, mert úgy gondolja, fontos lenne felfedeznünk a természetes gyógymódokat és bátrabban közelíteni azok felé. A konferencia kapcsolódott a Magyar Tudományünnepe intézeti rendezvénysorozatához, legutóbb az oktatók mutatták be kutatási eredményeiket, most a hallgatók tették ugyanezt. Az előadásokat bíráló bizottság díjazásban részesítette a diákkori konferencia legfelkészültebb hallgatóit. A TS irodaként működő épületet kissé átalakítva megnyitotta az otthon kapuit, akkor még 55 férőhelyen. 24 éve működik Gyulán a néhai idős Hag Ferenc által alapított segítőkezek idősek otthona, melyben most bentlakásos rendszerben 58 emberről gondoskodnak. Az intézmény Tarné Kondacs Katalin mutatta be azon a tanácskozáson, melynek a gyulai idős otthon volt a házigazdája. Itt a megye szociális intézményeinek vezetői tartották idei utolsó negyedéves értekezletüket, áttekintve az ágazatot érintő legfontosabb kérdéseket. A jelenlévők értékelték a Szociális Igazgatók és Szakemberek Magyarországi Egyesületének országos közgyűlésén elhangzottakat. A gyulai tanácskozáson szó esett a szociális ágazatot érintő jogszabályi változások mellett arról is, hogy a jövő év elejétől béremelés várható ebben a szektorban is. Rendhagyó módon november végén rendezték meg a Gyulai Közüzemi Kft. Hagyományos éves bálját a városi sportcsarnokban. Az eseményt általában tavasszal a báli szezonban tartják, a célja pedig az, hogy a cég dolgozói kötetlen formában és oldottabb hangulatban találkozzanak egymással. Az idei bál azonban nem csak időpontjában volt rendhagyó, hanem abban is, hogy meghívták a közüzem nyugdíjas dolgozóit abból az apropóból, hogy 50 éves jubileumot ünnepelt a cég. 1967-ben alapították ugyanis a Gyulai Vízművek vállalatot, ami a közüzemi Kft. Jogelődje. Az előszervezet elsődleges feladata a várfürdő és az akkoriban kiépülő ivóvízhálózat üzemeltetése volt. A közüzem tevékenységi köre az évtizedek alatt változott és bővült, a város működése mára elképzelhetetlen lenne a cég dolgozóinak munkája nélkül. Az idei bálon a cég az egykori és aktív dolgozóinak szórakoztató programokkal és tombola sorsolással is készült. Néptáncosok bemutatója színesítette a napokban a gyulai Vigadóban megrendezett vetélkedőt, melyre Gyuláról, Elekről, Kétegyházáról és Lökösházáról nevezhettek csapatok. A kistérségi szociális intézmény idősek klubjainak versenyén népművészettel, népköltészettel kapcsolatos feladatok vártak az érintettekre.
Ezt a programot a Magyar Népdal és Népköltészet hetéhez kapcsolódóan rendezték meg. A hasonló események időskorban is fontosak, hiszen e korosztály számára is lényegesek a közösségi események. A vetélkedőn a tavalyi évhez hasonlóan a gyulai egyes számú idősek klubja bizonyult a legjobbnak. A diákévek meghatározóak az emberek életében, hiszen ekkor szerezzük a legátfogóbb ismereteket a világról. Emellett az iskoláknak fontos szerepük van a szocializációban is, a diákok sokszor életre szóló barátságokat kötnek itt. A szalagavató az első visszatekintés a diákévekre. A legtöbben pedig később is nosztalgiával gondolnak erre az életszakaszra. Ön milyen emlékeket őriz? Az én szalagavatomra egyáltalán nem emlékszem, a gyerekeimére emlékszem csak. De a diák évekről, hogy azok milyenek voltak? Azok jók voltak, azokra szívesen emlékszem vissza, úgyhogy... És mi az, ami jó volt benne, inkább a társaság? Vagy társaság, abszolút a társaság. Nagyon jó csapat volt, nagyon jó közösség, úgyhogy ezzel kapcsolatban szívesen emlékszem vissza diák éveimre. Később tartotta a kapcsolatot? Még mai napig is tartjuk, igen. Tehát megmaradt? Megmaradt, igen, mai napig is. Jaj, hát az nagyon régen volt. Nagyon az, régen ami... volt. Jövőre lesz az 50 éves érettségi találkozóm, úgyhogy arra még emlékszem, hogy milyen volt akkor egy szalagavató. Hát nem olyan puccos volt, mint most, hanem a tanteremben összejöttünk a tanárokkal, illetve az osztályfőnökkel, és akkor ott elintéztük. De a tanulmányi évek, tehát a diák évekről mi az, ami megmaradt? Hát sok, ez nehéz volna és hosszú ideig tartana. Gondolkozni kéne rajta, de minden jó volt. Úgy emlékszem. Voltak kedvenc tanárai esetleg, vagy tantárgyai? Voltak, főleg középiskolában voltak. Mik voltak a kedvenc tantárgyak? Hát a német nyelv. Uh-huh. Német nyelv, azt nagyon szerettem. Attól sose féltem órára menni. Többi tantárnál azért mindig féltem. Egy kicsit. Mai napig is van, úgyhogy összejárunk egy pár fővel. Érettségi találkozó az mai napig is van, tehát 5 évenként ugye ez a megszokott dolgok. Igen. Úgyhogy és a közösségen kívül, hogy emlékszik a tanulmányokat, szerette, vagy voltak kedvenc tantárgyak, vagy tanárok, vagy inkább a közösségen? Most már úgy jobban elismerem azt, hogy melyik volt a kedvenc tanár, és melyik nem, tehát úgy jobb, kellemesebben emlékszem vissza, és nem az volt a lényeg, hogy most ő keményebb volt, tehát azt hitte az ember, hogy keményebb, pedig ő jobbat akart az emberkéknek. Tehát így visszagondolva már. Földmérők találkoztak Békés Csabán, 90 éves férfit köszöntöttek Békésen. Lapszemle következik. Földmérők találkoztak. A kétnapos Békés Csabai rendezvényen közel 30 előadást hallgathattak meg a résztvevők, írta a békésijárások.hu. A 80 éves Varga Gábor a megyei földhivatal nyugalmazott hivatalvezető helyettese az egyik legrangosabb szakmai társadalmi elismerést, a Márton Gyárfás emlékplakettet vehette át. Új szolgálóház Debrecenben. Megáldották és átadták a Szent Miklós szolgálóházat Debrecenben, írta a Magyar Kurír. Kocsis Fülöp metropolita köszöntőjében úgy fogalmazott, Jézus nevében mi is ugyanazt tesszük, mint ő, szolgálunk. 90 évest köszöntöttek. A napokban köszöntötte Szalkai Józsefet, 90. születésnapja alkalmából Izsó Gábor, polgármester, írta a Békésváros. Az ünnepelt nyugdíjas évei alatt sem tétlenkedik, hol veteményes művel, hol méhészettel foglalkozik. Békés a második helyen. Bács Kiskun nyert, Békés lett a második, a megyei amatőr labdarúgó válogatottak Békés Csabai tornáján. A BMS Extra azt írta, a jövő hétvégi pécsi országos döntőbe, így a Bács Kiskun megyeiek jutottak. Párás, ködös lesz a kedreggel, a hőmérséklet egész nap 0 fok körül alakul, szerdától megnő a ködképződés esélye. Kedden párás, ködfoltos idő a valószínű, de a nap folyamán ritkul, foltokban eloszlik a köd és a ködfelhőzet, szűrt napsütés is kialakulhat. Estétől erősebb felhősödésre számíthatunk, majd szorványosan szitálás is előfordul. Gyenge, nyugatias légmozgás lesz jellemző. A hőmérséklet az éjszakai mínusz 1 fokról, kora délutánra plusz 3 fokig emelkedik. Szerdán enyhülés a legvalószínűbb, fokozódó ködképződéssel. A nap folyamán a ritkuló ködfelhőzet foltokban feloszlik, és kisüthet a nap.
Kis távolságon belül nagy hőmérséklet különbségek adódhatnak. Éjszaka plusz 2, nappal 7 fokra számíthatunk. Lássuk még egyszer mai híreinket. Megkezdődött a várakozás. Meggyújtották az első gyertyát az adventi koszorún. Segítség az intézménynek. 40 vércukorszint mérőt kapott a kistérségi szolgálat. Új életszakaszba léptek. 183 harukken végzősre tűzték fel a szalagot. Döntetlent hozott a hócsata. A harmadik helyen álló Ceglédet fogadta a Szeged Grosics. Ittas lehetett a sofőr. Kicsúszott és lámpaoszlopnak ütközött egy autós Békés Csabán. Ez volt a Gyula TV híradója. Most a Spiritus következik, majd a pódiumban a Gyulai Kamarazenekar adventi hangversenyéről közvetítünk felvételről. Köszönjük figyelmüket, további jó tévézést kívánunk!